A Német Hagyományok Háza fogalom Balmazújváros közösségi életében. Az elmúlt századokban betelepült németek leszármazottai a mai napig fontosnak tartják a hagyományőrző munkát, és azt, hogy a Balmazújvárosi közösségi élet továbbra is fennmaradjon, és az itt élők tartsák a kapcsolatot egymással. 2006-ban alakult meg Balmazújvárosra a Német Nemzetiségi Önkormányzat, majd 2007 elején a Német Falusiak Egyesülete. És hát hosszú út vezetett idáig, 1760-as években érkeztek ide, először Soltvatkert, aztán pedig Balmazújvárosra az elődeink, és hát volt iskolájuk, lehet látni a Limetzalusi templomot, volt közösségi épületük, amit annak idején Kossuth Körnek hívtak, és ez a Kossuth Kör az 1900 80-as évek közepén lett tulajdonképpen lebontva, elvették a közösségtől. A szabad választásokat követően kárpótlásul kapták meg a Kossuth utcai területet, melyre uniós és magyar állami támogatásból építették fel a német hagyományok házát tulajdonképpen semmit nem változott a, a cél, közösség életet szeretnénk élni, sokan mondják, hogy egy kicsit belterjes, hogy ide csak németek jöhetnek, vagy német ősökkel rendelkezők, de úgy gondolom, hogy már annyira vegyes családok vannak, főleg újvároson, ahol nem beszéljük sajnos a nyelvet, hogy nem lehet ránk mondani. Bizonyára persze családi ágakon, érzelmi kötődésnél természetesen több a gém, a TC és a lajter és sorolhatnánk, de hát ha valaki megnézi a saját családfáját, bizonyára találna legalább egynegyed részben német ősöket, elődöket. A közösségi ház kisebb és nagyobb rendezvények rendszeres szintere. A nagyobb rendezvények mellett klubfoglalkozásokat és nyelvoktatást is szerveznek az érdeklődőknek. Mögöttem éppen látható az asszonyok kézműves szakkörének a munkáiból egy kiállítás, amit a zenei világnapon nyitottunk meg. Ők is minden héten járnak, himeznek, horgolnak, ezen kívül a férfiaknak hétfönként vagy szükörnek, van egy kis sakkozási lehetőség. Harmonika együttes próbálunk összehozni vagyunk -en, 6 heten e, aztán van egy kis kórusunk a stimmen Ausztam Deutschen Dolf, hangok a német faluból. Ami azt jelenti, hogy mondjuk a dalokat magyarul is, németül is, gyermekdalokat, népdalokat énekelünk. Hát önmagunk szórakoztatására, és azért évente néhány fellépést is vállalunk. A zenei világnapi koncert után most egy hagyományos disznótóra próbálkozunk, ez október 31-e most két kisebb malackát sikerült megvennünk, és hát ide úgy lehet jelentkezni, hogy beszól az illető, hogy ő mindenképpen jönni akar, egyedül, vagy párjával, vagy gyerekével, és a költségek nálunk úgy alakulnak, hogy ahányan vagyunk, annyian fizetjük ki a, a disznó árát, illetve hát az alapanyagokat. És ami marad egyenlő módon, 25 30 al ahogy sikerül, elosztjuk. De ez egy egész napos elfoglaltság. Lehet közben bohóckodni, nagyokat beszélgetni, és ha úgy alakul a hangulat, akkor este énekelni. Kicsit szűkösebb körben lesz megrendezve a Mátonapi Libás Vacsoránk. Az elmúlt években a gyerekek adtak eddig műsort, de most ugye a vírus helyzetre volt tekintettel, nem kapnak rá engedélyt, úgyhogy ezt a felkérésünket ezt nem tudták most elfogadni. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez a 70-80 fő, akik bátrabbak, azoknak megtartjuk azért ezt a táncos összejövetelt. A pandémia helyzet, ahogyan az egyéb helyi szervezeteknél is, úgy itt is megváltoztatta a megszokott ütemtervet, hiszen tavasszal elmaradtak a szakkörök, és a nyári rendezvények résztvevői létszáma is tükrözi a koronavírus miatti általános félelmet. Nem szervezték meg a németek lakta területekre a már hagyományosnak mondható kirándulásukat sem. A karácsonyfa állítás reméljük, hogy azért összejön, illetve az adventi gyújtás a tavalyi év mintájára az elsőt azt a némethalusi templomban, a negyediket pedig itt a közösségi házban fogjuk megnyújtani, ilyenkor egy kis közös éneklés, egy kis szeretetvendégség van. Aztán meglátjuk, hogy szilvesztert lehet-e tartani, vagy nem, vagy mernek-e az emberek otthonról kimozdulni. Hétről hétre változnak a hírek, úgyhogy ezt nem tudom. De tehát nagyobb, nagyobb táncos rendezvényeket, vagy több előadást, mint ahogy eddig volt, ezt most sajnos nem. Nem megyük bevállalni. Nagy szeretettel várunk mindenkit, és mindenkit arra biztatnék, hogy ha úgy érzi, hogy egészséges, akkor ne tartsa magát otthon, hanem induljon el egy közösségi életet élő kis német házba, vagy hogy nem is tudom, hogy hogy nevezném, mert nem tesz jót, ha sokáig magányosak az emberek.